azt mondja, hogy 4 vagy 5 tagú sorfal is lehet itt ebből. Aztán még egy cigándi játékos is beállna a sorfalba. 4 tagú sorfalat kér végül Tóth. Szöllősi van ott a labda mögött, és Molnár László Attila. Szöllősi tekeri rá, és gól! 1-1! Ügyes, szép szabadrúgás gól. Ez azonban a hazai nézőknek nem annyira tetszik. Szöllősi rúgta rá. A 12. gólját szerzi az MB3-as bajnokságban, a 30. fordulóban. Tehát majdnem minden második meccsen betalál. 1-1. Mesteri szabadrúgás. 65. perc. Egyenlítenek.